Idén lett volna 80 éves Csólyom Antal filozófus, a Tudásház megálmodója, a Hegel Fukuyama Filozófiai Társaság alapítója és titkára. Halálának 20. évfordulóján került emléktáblája a Tudásházból a Civilek Házába, ahol a kettős jubileum alkalmából újra avatták azt. Szeretnénk továbbra is az emléket megőrizni, és hogyha sokan egy utcából áthoztuk az emléktábláját, és itt őrizzük tovább az ő emlékét. Csólyom Antal nem akarta meggyőzni az embereket, vitapartnereit, szerette azokat a helyzeteket, amikor eltérő gondolkodású emberek egymással vitatkoznak. Kevés ember tudott olyan őszintén megbocsájtani a másként gondolkodóknak, mint ő. A politikában ez napjainkban hiányzik a legjobban, amikor eltérő gondolkodású emberek leülnek egy asztal mellé, és nyugodt körülmények között beszélgetnek, akár vitatkoznak, és békésen boldogan egymásra lettének. Hát ő Csólyom volt, ez az alkalmi volt. Csólyom Antalra gondolva, ezt a szellemiséget kellene tovább örökíteni a mai politikusoknak, mondta az alpolgármester. Az a típus volt, aki mindig a háttérben húzódott, viszont a háttérben elképesztő mennyiségű és minőségű munkát végzett. A mi megismerkedésünk az már történelem, valamikor a 80-as években történt, a közgázon filozófiát tanított és vizsgáztatott engem. Az az igazság, hogy neki az volt a legfontosabb, hogy az embereknek legyen egy olyan közössége, amihez tartoznak, ami bizonyos értelemben védi is őket, és fejleszti is a tudásukat. Ő személy szerint gyűlölte az uralom mindenféle formáját, és nem csak az ilyen régi feudalisztikus formáit, hanem az összes olyan eszközt, anyagi eszközt is beleértve, amivel egy ember más embereken uralkodni képes és tud. Minden ilyen viszonyrendszert gyűlölt, és minden olyan intézményrendszert ápolt, amiről úgy gondolta, hogy ezt megsemmisíti, ezt a fajta uralmi rendszert, vagy legalábbis a hatását csökkenti. Nagyon fontosnak tartotta a tudást, és hogy mindenki hozzáférne ez a tudáshoz, és ezért a civil szervezeti mozgalmon belül neki egy különös fontos területe volt az életében, hogy egy olyan helyet hozzó létre, ez volt a Tudásház, amit ő alapított, ahol bárki, aki az utcáról betéved, különböző eszközökön révén egy magasabb tudáshoz, információ mennyiséghez jut, mint amivel addig rendelkezett. Csólyom Antal szavajárása a létezhetetlen, mert számára valóban nem volt lehetetlen. Harcos volt, az igazság és a szabadság harcosa, akit az foglalkoztatott, hogy az igazság érvényre jusson. Az, hogy azután valaki éle mindezzel vagy sem, azt már az egyénre bízta. Ezen a ponton nyitott volt, türelmes és emberszerető, ami szintén útmutatás lehet a ma embere számára.